Az előző rész tartalmából. Nagy vonalakban. Az elemek ilyen kombinációjával egész bolygókat kibernetizálhatnánk. Akkor minden megmaradt erőforrásunkkal helyreállíthatjuk az Omega zárat. Prime, újabb álca akció és még folyamatban van. Ratchet, készülj fel egy magasrangú álca fogoly fogadására. Milyen céllal lop Megatron technológiát az emberektől? Mit szándékozik építeni belőle? Knockout az Autobot orvostól szerezte ezt a befejezetlen vegyületet, ugyebár? A leghatékonyabb megoldást ennek az orvosnak a felhasználása kínálja. Kataklizma kellett ahhoz, hogy kipusztítsa a Cybertron lakóit, a Predakorokat. Neked sohasem lehetett esélyed ellenem, Prime. Mitől? Most rajtad van a kipusztulás sora! Transformers Prime szörnyvadászok. Meggyőző erő. Tisztíthatom az utunkat, főnök! Tegye! Inkább legyen csak egy jó karom, mint egyetlen szemem. Szüntesd be a harcot, Predacon! Én Predaking vagyok. Sosem fogok fejet hajtani neked! Hogy a zsákmány biztonsága veszélybe került. Szerezd meg! Azonnal! Parancsnok, a céltárgy biztosítva. Alkalmas pillanat lenne ez a megadásra. Logikus meglátás, azonban...
Ricsit. Azonnali földhidat kérünk vissza a bázisra. Hölgyek, Magyaró is jár a zsák mellé. Ricsit, veszed az adást. Arci? Buckhead! Minden rendben? Hol van Ricsit? Elvittük. Mit akarsz te tőlem? Azt akarom, hogy segíts, hogy befejezzünk egy kis tudományos munkát. Sosem fogok együttműködni. Sok vév mellett nem szükséges az együttműködésed. Kizárólag a tudásod, doktor. Ellőttem egy darabot lézervékről. Ha jobban célzok, akkor Ricsit még itt lenne. Fel a fejjel, fiam. Átnéztük az egész területet. Jelenleg a maga darabja az egyetlen nyomunk. A hídnaplóban nincs semmi. A saját földhídjukkal vitték ki Ricsitet, nem ezzel. Miért rabolták el Ricsitet és hagyta ki titeket? Különös, hogy bár túszul ejtette, Megatron eddig nem támasztott követeléseket. Minden jel arra utal, hogy Ricsit birtokában lehet valaminek, ami fontos az álcáknak. Bármi is az, Ricsit nem adja oda egy könnyen. Ugye? Megatron nagy úr, úgy értesültem, hogy a fedélzetre hoztál egy Autobotot. Így van. Akkor rajta verem le azt, amit a Prime-on ma nem tudtam. Predaking, az Autobot több egy egyszerű fogolynál. Te is vágysz a Cybertron felélesztésére, nem igaz? A foglyunk egy ideig, most a hasznunkra lesz. De ígérem, hogy ha már nincs rá szükségünk, azt tehetsz vele, amit csak akarsz. Nézze, 24 órás ellenőrzést akarok. Vessenek be minden radart és műholdat. Lehet, hogy a technocuc kell a vödörfejűnek. A szinteformula? Minek az álcáknak a szintetikus nafta, ha úgyis az övék a bolygó energon készlete? Mert kapzsik, azért. Ha Megatron tényleg újjáépíti az Omega zárat, ahogy Ricsit gondolja, akkor a szintetikus energonnak biztos szerepe van benne. Bocs, hogy olajat kell öntenem a tűzre, de elsiklottunk egy kritikus részlet felett. Ha az álcák idejöttek Ricsitért, akkor tudják, hogy itt rejtőzünk. Milyen eredményt hozott a kardiótudat bekötés? Semmit a megerősítésen túl, hogy a szintetikus energon instabil, és az Autobotorvos által kidolgozott képlet nem teljes. Úgy tűnik, hogy segítenünk kell Ricsitnek, hogy teljessé tegye. Befejezted a látogatásokat a fejembe? Nem lett meg, amit akartál, igaz? Mi másért lennél itt? Amit akarok, az jelenleg még nem is létezik. És mi volna az? Azt szeretnénk, ha befejeznéd a munkádat, és előállítanád a szintetikus energont. Még ha meg is tudnám csinálni, gondolod, hogy a kezedbe adnám a kifogyhatatlan lőszer és üzemanyag készletet, hogy azon nyomban felhasználd azt az Autobotok ellen? Félek, hogy félreértettél engem, Ricsit! Én ugyanis teremteni akarok a formuláddal, életet adni, és nem pusztítani. A jó szerencsének hála kiderült, hogy a te szinted a Cybonic nukleinsavval egyesítve reális alapjául szolgálhat a nyers kiberanyagnak. Szóval tényleg az Omega zár újjáépítése a célod? Te és én, az egész fajtánk legkivételesebb pillanata előtt állunk, amikor a Cybertron újjászületik a mi kezünk által. Működjek együtt azzal a barbárral, aki a leginkább felelős a bolygónk pusztulásáért.
aki nem átallott Bumblebee szemébe nevetni, miközben roncsá törte a hanglapját. Nem, köszönöm. Bocsássuk választásra a dolgot. Befejezed a formulát? Vagy... Mindig az ember a legtenkébb láncszem. Mit jelentene nekem pár humán porongy élete? Ha semmit, akkor ez biztosan jelent. Nyilván nem okozok vele meglepetést, hogy ismerjük a bázisodok helyzetét. Fogadd el az ajánlatomat, és cserébe a többi autóbotnak, meg a humán társaiknak nem esik bántódása. Gondolkodj el rajta, jó doktor! Gazdám, ugye nem akarod komolyan harcképesen hagyni az autóbotokat? Persze, hogy nem! Szedd össze a vadászaidat, Starscream! Bombázd őket a porba! Másodszorra is! Egy légi felderítők sem talált álcákat. Az éter is teljesen süket. Földhíd aktivitás nulla. Mintha túl nagy lenne kint a csend. A Predacon csontok utáni kutatást feladták, és nem lopnak több humán technológiát. Így nincs okuk a mozgolódásra. Tehát amíg Megatron nem lép addig, várakoznunk kell. Ratchet elfogadhatatlannak találta az új protézisemet. De valójában más az elfogadhatatlan. A feladás. Muszáj lesz ezt a régi játékot játszanunk. Párokra oszlunk a jobb lefedettségért. Idegen gépek! Egy egész kötelék! Koncentrálni az E-hangárra. Eltereltük őket. Elsőre. Örömmel jelentem, hogy az Autobot bázist és benne mindenkit már a pusztulás tüze elnézt. Nézhetnek új kantin után. Szerencsénk van, hogy az álcák átveréséhez egy kis festék is elég. Bizonyára jobb kedvel tekintenéd meg a létesítményeinket, bilincsek nélkül. Bilincsek nélkül amputációt kockáztam. Hogy közben elszalazd az esélyt, hogy láthasd a leplezőnket? Az álcázó mező. Modern vagy elavult? A pajzs az pajzs. Talán az Energon transzfúziós kondenzátor jobban elnyeri a tetszésedet. Hatékonyabbá teszi a fogyasztást. Ezerszeresen! Az álcák tudománya mindig is bámulatba ejtő volt. Doktor, mi halálos ellenségek vagyunk. De az autóbotoknak és az álcáknak mégiscsak akad egy közös célja. Ti is látni akarjátok, amint sokat szenvedett bolygónk visszanyeri a régi pompáját. Én is szeretném!
rögtön hadjáratot indítanál, hogy leigázd a Cybertront Megatron. És a rabszolgáddá tednél mindenkit, aki nem alázkodik meg előtted. Természetesen! Ti pedig újra megpróbálnátok az utamba állni. De legalább lenne bolygónk, amiért érdemes harcolni. Úgy, mint régen! Talán. De nem állnál meg egy bolygónál. A Földdel folytatnád elsőnek. Milyen biztosítékot tudsz adni nekem, hogy békén hagyod az embereket? Vagy hogy nem likvidálsz rögtön engem is, amint megkapod, amit akarsz? Nem adhatok biztosítékot. Elvégre mindketten tudjuk, hogy mint álca nagyúr, bármit ajánlanék, az nem jelentene semmit. De ez mit sem változtat azon, hogy a Cybertron újjáélesztésére te vagy az egyetlen reményünk. Előtted Laserbeak adóvevőjét, nem is rossz kölyök. Nem vagy te olyan vacak lövész. Gondoltuk, hogy te lehetsz ebben a legnagyobb szakértő. Ratchet után. Megpróbálj jelezni a hajónak. Honnan tudod? Azt mondja. Rafael, ez Cybertroniul van. Ácsi, Raf vágja, hogy mit mond Bumblebee, és Cybertroniul is tud? Biztos, hogy ő nem az űrből jött? Sokat tanultam, amikor volt időm. És Ratchet is foglalkozott velem. Hé, hey, Raf, vissza fog jönni. Arra mérget vehetsz, kölyök? Ha épp hazatelefonál, akkor nem nyomozhatjuk le? A hajó bemérhetetlen. Ha az adóvevő még Laserbeak-kel lenne, követhetnénk. Adjunk neki szárnyakat. A műhelyben biztos van alkatrész. Csináljuk meg. A dokiért. Bár a társaiddal megrövidítettetek pár erőforrással, sok vévnek hála sikerült napra készen tartanunk a laborunkat. Ha vállalod a megbízást, akkor korlátlan hozzáférést kapsz a felszerelésünk legjavához. Ez egy kvantum-klio indikátor. Ebből csak kettő létezett. Épp hogy három. Az eredeti prototípus tartod a kezedben. A frekvencia panel rövidre zár. Nyugalom, kölyök. Hadd húzzak újra néhány vezetéket. Ilyet se látni minden nap. Jackie nem volt mindig magányos hős. Egy rekörnél mindig a csapat az első. Ip. Miko, erre szükségem volt. Rögzíteni akartam ezt a mit tudom én mit. Kérlek. Fowler ügynök, minden rendben? Azon gondolkodtam, hogy emberként hányszor visszük vására a bőrünket az álcák miatt. Soundwave megölhetett volna. Knockout elvitt egy körre a mamáddal. Váltsunk témát. Az a kényelmetlen valóság, hogy még ők sem lesznek mindig itt. Vagyis nem lehetnek ott mindenhol egyszerre, ahogy kiderült. Miko ennek a páncélnak köszönheti, hogy még életben van. Ezért jött vissza egy darabban. Pontosan ez a technológia adhatna esélyt az elsősorban harcoló ügynökeinknek a terepen, akik közé te is tartozhatnál. Én? Lassan nagykorúvá válsz, és tudod, remek nyersanyag vagy. Anyukád szerint nem rossz karrier, ha már saját magadtól vonakodsz dönteni a jövődről. Állj! Maga az anyámmal beszélget a jövőmről. Hé, hey, kormányoz! Bocs, Fowler ügynök. Majdnem új szint vett fel az alsógatyám. Még finomítom chip táv irányítását. Chip? Szóval hagyjuk, hogy ez a bütyür visszarepüljön a Nemesisre, és... És elvezessen Ratchethez. Tegyük fel, hogy helyreállítod az Omega zárat. De az egy misztikus eszköz. Visszatért a józan eszem. Még a gondolat is abszurd, hogy a tudomány eszközeivel lemásolható, sőt, őrültség! Hogy mondhatjuk ezt ilyen magabiztosan? Ha meg sem próbáljuk!
miért nem próbáljuk meg, amikor a célunk csak egy karnyújtásnyira van? Álcák tudományával az új Omega-Zár rendszerei hamarosan elérik a működő képességet. Mindössze az életképes kiberanyag kell csak a bolygó teljes újraformázásához. A kiberanyaghoz szükség van a szintetikus energon képlet stabilizálására. A feltétlen bizalmamat élvezett, doktor. Megteszem. De ezt te már jó előre tudta, nem igaz? Magyar hangok. Széles Imre, Láng Balázs, Kálid Artúr, Sótonyi Gábor, Stukovszki Tamás, Antal Olga, Richter Tamás, Varga Gábor, Borbicki Ferenc, Bekár Adrien. Magyar szöveg Borsicki Péter, hangmérnök Beden László, vágó Krámic Bence, gyártásvezető Németh Piroska, szinkronrendező Orosz Ildikó. A szinkront az SDI Media Hungary készítette.